Szevasz! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Képzeld el, még mindig betoljuk a torokfájásom elmúlott, az orrom még elkezdett folyni. Úgyhogy, ilyen a fejem. Most veszek be egy panadolt. Amivel nem dolgozok, ugyanis ma nem kell dolgoznom, visszam a Lukaszt az iskolába, aztán utána hazajövök, és a Davisnek átmegy a szüleimhez, mert a feleségem is képzeld el beteg. Davis ma 5:30-kor kelt fel, képzeld el! Hogy ma még mi más fogunk csinálni, nem tudom, mert valószínűleg el fogunk menni majd ide-oda. Ugye szokás szerint, majd meglátjuk, ha más nem, délután biztosan, ugye átmegyünk majd az öcsémhez. Aztán ne bánsd! Ma filmezek 3 darab videót, amit majd meg fogok veletek osztani, és mit csinálsz? Ma filmezek 3 darab videót, amit meg fogok majd veletek osztani. Az idő jelenleg 7:25, ami azt jelenti, hogy még van körülbelül fél óránk, addig valószínűleg játszunk egy kicsit a Davis-szel, még mielőtt átmegy a szüleimhez. Készen vagy? Ja. Akkor látlak majd délután. Rendben van? Jó legyél, vigyázz magadra, jó? Szia! Besétálsz, aztán bejössz az osztályba, lejutsz és elkezdesz tanulni. Jó. Oké. Okay. Szia! Szia! Hazérkeztem. Lukasz elment az iskolába, a Davis elment a szüleimhez, én pedig itthon vagyok, meg a feleségem is betegen. Szóval ma nem más fogok csinálni, mint elmegyek és lezvonyzok most valószínűleg, és oda néz. Látod? Szőrös vagyok, ilyen. Meg kéne borotválkoznom. Aztán játszani fogok, valószínűleg játszani fogok, készítek egy újabb játékvideót, vagy csak egyedül, hogy melyik játékkal, majd meglátjátok. Most már lehet, hogy láttátok, vagy láthatok, hogy ez egy kedvenc játékommal. Úgyhogy most nem más csinálok, mint lezuhanyzok. Gyorsan lezuhanyzok, és talán felébredek. Még mindig a fejem egy kicsit olyan álmos, és olyan, tudjátok, mikor beteg az ember, akkor olyan nyomot, főleg most, hogy folyik az orrom, és már nem olyan nagyon folyik, egy kicsikét folyik, de nem annyira folyik, hogy minden, ugye. Ennek nagyon örülök. A torokfájásom, képzeld el, megszűnt, hogy amint megindul az embernek az orra, a torokfájás így szép lassan elmegy. Tehát nem volt beigazva a mandulám, nem volt beigazva semmi sem, szerintem. Ugyanis a torokfájás egy kicsikét jobb. Én most gyorsan lezuhanyozok, és a feleségem amúgy elment és lefeküdt. Azt mondta, hogy javasolni fog, lehet, hogy javaslásban nem lesz semmi sem. És nem jól érzni magát. Érzem magamat, egy kicsikét felébredtem. Az arcom, látom, ilyen piros, elfelejtettem bekenni. Várják, kicsik ezeket a, ezeket a napvédőket. Amúgy kint szép az idő, látod? Szépen süt a nap, pedig mára esőt mondott. Lehet, hogy Matyi régutára holnapra is esőt mondott. Holnap utána viszont nyöjdőt mondott. Amúgy nem tudom, hogy hallod-e vagy nem, de figyelj! Hallod? Nem hallod? Ilyen csönd, de te, én nem tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen csönd. Komolyan mondom, olyan furcsa, hogy nincs itthon ugye a Lukasz, nincs itthon a Davis, a feleségem meg ott kint van valahol, ugye lefeküdt, mert nem jól érzi magát. Olyan csönd van, te! Gyerekek nélkül, te, én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára, hogy nem voltak itthon a gyerekek. Komolyan mondom. Most ha nem lenne beteg a feleségem, gondold el, mennyi mindent tudnánk most csinálni, te! Tudnánk sakkozni, társasjátékozni, játszani. Na mindegy, úgyhogy én most nem más csinálok, mint azt, hogy elmegyek és megregelizek, aztán reggel után meg játszok egyet, és sokan kérdeztétek, hogy milyen PlayStation-ünk van, ugye, meg milyen ilyen konzoljaink vannak, ugye, lehet, hogy megmutatom nektek. Nem mások,
fogok enni, mint egy szendvicset. Legalábbis ilyen kenyeret. Látod, egy ilyen tosztos kenyeret, és ehhez nem más fogok enni, mint szalámit. Nem más szalámit, mint a magyar, ezt a Hungarian szalát. Látod, ezt a csípőset ilyen vékonyra szeretelve. Én nagyon szeretem. Hogyha régóta nézem a videót, akkor tudod, hogy naponta 2 darab ilyen szendvicset eszek, ilyen reggeli tájban, vagy ilyen 10 órai tájban. Általában ilyen hosszú kiflivel, vagy zsemlével, mivel most nincs itthon, ezért csak ilyen rendes kenyérrel, ehhez pedig nem más teszek, mint általában vagy borkát, vagy paprikát, vagy sajtot. Ezt a kivontós, ilyen fajta sajtot, és... Na várj, látod? Így. Persze nem egy szalámival, hanem legalább másik 3 vagy 4-je. Megregeliztem, vagy 10 óra isztam, bekentem az arcomat, ugyanis, látod? Ilyen pirosas borotválkozás után. Talán most el fog tűnni. Úgyhogy én azt most nem más fogok játszani, mint a Grand Theft Autóval készítek egy ilyen játékvideót a játék csatornára. Egy magammal. Aztán délután készítek a Lükössze a másik 2-t vagy 3-at. Úgyis mondta, hogy akarunk csinálni. Majd meglátjátok, hogy meglátjátok. Úgyhogy kérdezzétek mindig tőlem, vagy mindig kérdezzétek tőlem. Főleg gondolom a fiatalabb nézőim, ugye, a gyerekek, hogy milyen PlayStation-ünk van, vagy milyen konzolunk van, vagy hogy mini játszunk. Tehát gondoltam, hogy most ezt megmutatom nektek. Ugyanis mi nem a számítógépen játszunk, mert nincs ilyen számítógépes, ilyen olyan számítógépünk, amin lehetne játszani. Ugyanis nem rendes ez a PC-nk van, hanem ez a Mac van, ugye ez az Apple, és a... Nem, nem. Értetek, mit mondok? Mi konzola játszunk, PlayStation játszunk, és Xboxon játszunk. Még mielőtt mondjátok, persze, mert ti megtehetitek, hogy vesztek PlayStation 4-et, meg ezt, meg azt, meg mindenféle dolgot. Ugyanálunk másképp működnek a dolgok, és... Az ár ugyanannyi, de a kereset más, meg hasonló dolgok. Tehát ezeket a PlayStation-öket, meg Xbox-ot én nem egyszerre vettem, hanem volt, hogy cseréltem, képzeld, de elcseréltem egy DVD játszót egy Xbox-ra, azt az Xbox-ot egy Xbox 360-ra, így össze-vissza. Tehát csak mondom, hogy nem mindeket vettem, hanem volt, amiket cseréltem, volt, amiket használtam, vettem, volt, amiket ugyanom vettük, a PlayStation 4-et ugyanom vettük, nem, mutatom nektek. Hát az első gépünk, van ez a PlayStation 4-esünk, ugye, és ez az a Batman kiadás. Az Lucas most kapta hozzá nemrégen ezt a játékot, ezt a figurát, ezt a Disney figurát. Aztán itt van valami, ott van egy ilyen kép, még mindig a Lucas kirakta. Aztán van ez a PlayStation 3-unk, ugye ez nagyon régi már. És ehhez is van az a másik Disney Infinity, ugye ez is nagyon régen még le volt tározva. Aztán, hogy a 2-es, vagy az 1-es, ugye nem is tudom, hogy melyik. Ezt használjuk, a PlayStation 3-at, aztán használjuk ezt az Xbox 360-at, amiben nem megy bele a DVD, vagy semmilyen lemez, ugyanis ezt a hard drive-ot kell rátrakatni, és a hard drive-on vannak játékok. Azokat a játékokat pedig nagyon sok helyről ugye meg lehet szerezni, nem minden. Mostanában a legtöbbet a PlayStation 4-el játszunk, amúgy ugye az a legújabb, és a Lucas, hogyha kap valamit, általában arra kapja. Még a PlayStation 3-ra itt-ott néha ugye kap játékot, de nálunk most már nagyon PlayStation 3-ra nem nagyon lehet kapni játékot. Mindig ez a PlayStation 4-re jön ki, ugye főleg az újak. Úgyhogy ez a három van, ez mellett van egy PlayStation 1-esünk is, amit nem használunk, volt egy PlayStation 2-esünk is, amit eladtam. Általában nem, régebben szoktam mindig így csereberélni, tehát veszek egyet, eladom a másikat, vagy elcserélem. Volt régen Nintendo-nk, volt ez a Sega-nk, meg mindenféle fajta konzol, ilyen pár évvel, ilyen, mikor a Lucas olyan 2-3 éves volt, nem tudom, hogy miért, akkor nagyon rám jött ez a játszás, akkor szerettem játszani. Tehát vettem egy Wii-t, elcseréltem egy PlayStation-re, aztán egy össze-vissza cserélgettem a dolgokat, tehát nagyon nem is vettem, hanem egy dolgot vettem, és azt ide-oda cserélgettem, aztán utána cseréltem, ahogy mondtam, DVD-t, meg mindenféle fajta dolgot. Na! Óra 42 van, tartok az iskolába, hogy felvegyem a Lucas-t. Elment a délelőtt. Sok mindent nem csináltam, játszottam, tévét néztem egy kicsikét, a Davis hazajött közben, az idő pedig a... Oda nézzél! Be van felősödve, ugyanis ide fog érni az eső. Nézte az időjárás, nem sokára esni fog. Na mi a helyzet? Milyen volt az iskola? Semmi jó. Semmi jó. És valami érdekes történt? Nem. Semmi. Tehát az iskolában sose történik semmi érdekes, én nem értem. Mindig azért jössz, és azt mondod, hogy semmi érdekes nem történt. Amúgy az időt... mindjárt ide ér az első, szerintem, amire hazaérünk, lehet, hogy el fog eredni. Amúgy délután valószínűleg otthon maradunk. Nem. Ja. Mit nem? Ja. Én akartam mondani, én gondoltam, hogy te mondod.
Gondolom, azt mondom, hogy otthon maradunk. Ja. Ugyanis nem vagyok a legjobban, legalábbis én nem vagyok a legjobban. Még jobban vagyok, de nem a legjobban, de a feleségem, ja, ő nagyon nincsen jó. Te egész nap feküdt, aludt. Én gondolom, hogy olyan a vírus még... Olyan vírusa van, hogy neked a múltkor. A múltkor a Lukasznek is valamilyen volt. Hányt, meg na minden. Úgyhogy valószínűleg otthon maradunk és nézzük, mit csinál a Davis, vagy játszunk valamit, vagy tévét nézünk. Úgyhogy ez a mai délutánunk ez ilyen... Ja. Otthonülős délután lesz. Normális, olyan mi mindig valamit. Nem, majd játszunk majd valamit. Én mindig a szájm. Ja, majd játszunk valamit, nem? Na, ja. Minecraftolunk, vagy valamit, ja. Majd a Davis-re meg labdázunk, úgyhogy el leszünk mi, a mami meg hadoljon. Rá, holnapra jobban lesz, legalábbis nagyon remélem, hogy jobban lesz. Na, mi történik itt? Ha? Mi történik? Ja. Nézd ezt a nyuszit, mit csinálsz? Hova mászol? Mi? Hova mászol? Mit csinálsz? Te... Le fogsz esni? Le fogsz esni! Na mi helyzet? Nem éred el, mi? Ezért kapaszkodik. Mi van ott? Ja, ott kell húzogatni, és nem éri el. Aha, ahhoz még egy kicsikét kell ám néned. Ne sissi kicsiát, te mit csinálsz? Én nem tudom. Te nem tudod. Itt vagyunk bent a szobába, és semmit teszünk. Most meg el fogunk menni, és játszunk most? Yeah. Ja. Mivel akarsz játszani? Én nem tudom, csak csináljuk ezt 100 órának. Mit lefelé nézünk? Yeah. Nézzünk csak ki a fejünkre, az jó játék? Yeah. Yeah, started. Én akkor azt mondom, hogy elmegyek és labdázok a Davis-szel. Mit csinál? Azt nem kapcsolgatjuk. Azt nem kapcsoljuk, mert áram van benn. Kapcsold le. Mutatom. Látod? Így kell felkapcsolni az áramot, és akkor van benne áram. Ha így van, akkor meg nincs benne áram. Te nem kapcsolgatod. Nem. Különben nincsen benne áram. Ott a tévének a zsinórja, dugasza van. Én mindig lent vagyok én. Te mindig lent vagy. Készen vagy? Én készen vagyok. Vagy mire vagy készen? Én nem tudom. Nem tudod, de azért készen vagy. Ja. Rendben, tudod mire vagy készen? A játszásra. Ja. Mivel játszunk? A Doom-val. A Doom-val itt fogunk ilyen. Doom. Mert itt volt az összes játék. Szerintem mindenki tudja, hogy mi az a Doom. Ja, ez az új Doom. De tudom, miért én mondom. Te is ez neked hol ez a játék, ez a Doom? Ez hányas pluszos? 8 pluszos? Nem. 18. 14 év. Na, vagyok először, megnézzük ezt a Doom-ot, hogy milyen. Én már láttam GTA-t. A Doom-na minden. Hogyha lesz valami olyan benne, akkor lekapcsoljuk. Én csak mondom BOOM, és nem a BOOM, már sok lövöldözős ja, van. Ma meglátjuk azt a BOOM-ot. A BOOM! Ha nem, akkor nem, inkább játszunk a Minecraft-ra játszunk. Jó! Jó! Success! Na. Beautiful. Úgyhogy semmi érdekes nem fogunk csinálni, legalábbis számotokra szerintem, hogy ezt a videót itt most mi befejezzük. Mindenkinek további szép napot, ami az öcsém lehet, hogy olyan látjam. Ezt elfelejtettem mondani, hogyha valakit mondjuk érdekelne. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézzük ezt a videót, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Szia!